Egy képzeletbeli labirintuson végig kell vezetni egyik társát a másik gyereknek. Tulajdonképpen azt imitálnánk, hogy egy például egy emeletes házban, ahol rendelkezünk egy tervrajzal, és ugye katasztrófa esetén, ugye az áram, igen, füst van, áramszolgáltatás nincs, ezért pakon kell esetleg bevezetni a társát térkép alapján. Mennyire megy ez jól a gyereknek? Jól megyünk. A navigációs állomás is része volt az idei katasztrófavédelmi versenynek Soroksáron. A verseny egyik legfőbb célja a fiatalok önmentési készségének kialakítása és a biztonság komplex értelmezése. Az ifjúsági versenyen résztvevő tanulók ez alkalommal is elméletben és gyakorlatban, játékos formában az életkori sajátosságoknak megfelelően adhattak számot a tanév során elsajátított vészhelyzeti ismereteikről, az ön, illetve más személymentés való jártasságukról. A versenyzőket Soroksár polgármestere Geiger Ferenc köszöntötte. Ez egy nagyon-nagyon hagyományos versenye Soroksár önkormányzatának, illetve korábban a polgárvédelemmel közösen, most a katasztrófavédelemmel közösen rendezzük meg. 97 óta rendezzük ezt meg, ezt a versenyt. Ez a 21. Én nem tudtam pontosan, hogy 20. vagy 22. a kolléganő segített. A 21. ilyen versenyünk, ez nagyon-nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy a mai nehéz világban ti is észlelitek, hogy milyen gondok meg problémák vannak mindenféle szempontból, a terrorizmustól kezdve a migráns helyzetig. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a mai fiatalok megfelelő tapasztalatuk legyen mindenféle védelemben, és mindent megismerjenek. És ezért úgy gondoljuk, hogy ezt minden évben meg kell tennünk, és meg kell csinálnunk. Az idei verseny a Soroksári Önkormányzat, a 20.-23. kerületi rendőrkapitányság, a Budapest Főváros Kormányhivatalának 20.-23. kerületi népegészségügyi intézete és a Vöröskereszt közös szervezésében jött létre. Idén 13 csapat indult a megmérettetésen. A polgárvédelmi szervezeteknek nagyon fontos, hogy a lakosság felkészítése végrehajtásra kerüljön. Legkönnyebb a felnőtteket megszólítani a gyerekeken keresztül. Így korábbi ifjúsági versenyek, kb. 20-21 éve zajlik itt Soroksáron. Az a célja, hogy különböző olyan veszélyhelyzeti ismereteket tanuljanak meg a gyerekek, sajátítsanak el, amikkel meg tudják, akár a szülőnek tanácsot adva, végre tudják hajtani az adott bajba került akár társuk, osztálytársuk vagy ismerősnek a megsegítését. Mit takar ez? Egészségügyi ismereteket, különböző veszélyhelyzeti helyzetfelismeréseket, tűzoltási alapismereteket. Nagyon fontos, hogy megtanják a gyerekek, hogy a tűzoltossággal közösen van már. 2000-ben összevonták a tűzoltóságot és a polgári védelmet, azóta a katasztrófavédelem a megnevezése az új szervezetnek, és a közös értékeket, tudást igyekszünk átadni ebbe a versenybe, tehát mind a tűz, mind a polgárvédelmi ismereteket a gyerekeknek. Mennyire nagy érdeklődés szokta kísérni ezt az eseményt, és most idén hány diák van itt körülbelül? Most idén itt, ha jól hallottam, akkor 13 iskola vesz, vagy 13 csapat vesz részt. Ezek helyszíntű versenyek, minden megyében, minden városban zajlanak ilyen versenyek, majd ezt követően van egy megyei döntő, ahol itt a fővárosban természetesen fővárosi döntő, és a fővárosi, illetve a megyei döntőkön első helyezést elért általános és középiskolás kategóriás korcsoportba versenyző gyerekek bekerülnek az országos versenybe, és az országos megmérettetésen dől el, hogy ki kapja esetleg azt a díjat, ki kerül a legjobb országos első helyezettek. Ki lesz az országban a legjobb első helyezett? Hogy szoktak teljesíteni az itteni diákok ezen a versenyen, és akár egy országos versenyen? Hozzá kell tennem, hogy ez nem egy hagyományos verseny, tehát ez nem egy olyan, mint egy mezei futás, ahol nem kell felkészülni, mondjuk talán a mezei futás azért nem állt egy két utóleszkét venni. Itt nagyon komolyan fel kell készülni a gyerekeknek, olyan ismereteket, tanulmányokat kell folytatni, ami alapján igazából mindenki győztes, aki ezen a versenyen részt vesz. Természetesen muszáj köztük azért különbséget tenni, így aki időbe vagy esetleg jobb válaszokat ad, pontosabb válaszokat ad a feltett kérdéseknek, az lesz az első. De ez egy rejtett oktatás, épp ezért is az a versenynek a célja, hogy aki ezen részt vesz, csapat mindegyik fog kapni jutalmazást, természetesen eltérő mértékben, de az első kicsit magasabbat és tovább juthat, ahogy menjünk hátrafelé a ranglétán, úgy meg egyre kevesebbet. De mindenki díjazva lesz, épp azért ezzel szeretnénk díjazni azt, hogy ő a szabadidejét föláldozva, külön órát vettek, eljöttek a tűzoltóságra, megismerkedtek a különböző eszközökkel, és bizony vették a fáradtságot, megtanulták és gyakorolták is.
Itt most középiskolások és általános iskolások fognak versenyezni, gondolom külön kategóriában, tehát nem együtt vagy együtt fognak ők versenyezni? Egyszerre versenyeznek, ugye azokat a feladatokat kell végrehajtani, de mivel a korcsoportban elég nagy különbség van, akár szellemileg, akár fizikálisan, ezért az eredményeket külön súlyozunk. Tehát középiskolás kategóriában külön kerül eredményhirdetés és általános iskolás kategóriában is. Na most, ha általános iskolásokról beszélünk, mikortól illik vagy kell elkezdeni tanítani nekik ezeket a módszereket, akár a katasztrófavédelemmel megismertetni őket? A verseny az 5. osztálytól van meghirdetve, tehát 5., 7., 8. évfolyamosoknak van kiírva, a középiskolásoknak meg természetesen az egész évfolyamra vonatkozik, akik jelentkeznek. 5. érnek el egy olyan szinten a gyerekek, amikor érdeklődnek, van olyan fizikai erejük is, hogy akár végre tudjak hajtani, akár egy elsősegélynyújtást, egy karfelkötést, vagy esetleg akár egy kisebb tűzoltást. És úgy itt a legfontosabb, a gyerekek tanulják meg, mi az a tűzháromszög, mi kell a tűz keletkezéséhez, és ezt a három dolgot a szülőnek tudja mondani, hogy az éghető anyag, az oxigén, ez a megfelelő gyulladási hőmérséklet, ebből bármelyiket elveszik, akkor megszűnik az égés. Talán pont a pánikba esett szülőnek tud segíteni a gyerek, hogy dobjuk ki mondjuk az ablakon a meggyulladt, mondjuk ágyneműt akarod, ne pedig ott próbálja mondjuk eloltani, és közben meggyújtja vele a függönyt, vagy akár a karácsonyfát, vagy tovább halmozza a tragédiát. Hány állomásra milyen jellegű feladatok vannak itt a versenyen? 13 állomás került felállításra. Árvízvédelmi ismeretek vannak, különböző polgári védelmi ismeretek, rendőrségi, közlekedési ismeretek, egészségügyi ismereteket, amit a Vöröskereszt fog ellenőrizni, illetve ő fogja vezetni az állomást, tűzoltóssági ismeretek vannak, tehát kihoztuk egy tűzoltó fecskendőt, ahol a gyerekek végre tudják hajtani, hogy milyen egy alapvezetéknek az összeszerelése, hogy ki egy tömlőt felgurítani, ez ilyen ügyességi feladatok, tűzoltásra nem kerül sor természetesen. Van olyan verseny, általában a fővárosi, meg az országosan szokott is lenni tűzoltási gyakorlat, akkor egy tálcatüzet oldhatnak el a gyerekek, ez nagyon tetszik nekik, csak ugye valahogy különbséget kell tenni a helyi verseny és az országos, meg a fővárosi verseny között, hogy érezzék, hogy ott még több, még magasabb technikát vonultat fel a szervező. Ki mindenki foglalkozik az egyes állomásokon a gyerekekkel? Kik segítenek önnek? Az állomásokon a társszervek képviselői, a Vöröskereszt segít be, illetve volt nyugdíjas kollégák, akik nagyon szívesen visszajönnek és besegítenek ebbe a feladat végrehajtásában. Szeretnek a gyerekekkel foglalkozni, szeretnek a volt kollégákkal találkozni, és nekik is ez egy közös emlék, egy feleveníték a régi dolgokat, amikor még ők is aktív tagjai voltak a szervezetnek. Az általános és középiskolásoknak szóló versenyen a többi közt navigációs, tűzoltó, közlekedési, árvízvédelmi és elsősegélynyújtó állomás is várta a diákokat. A szerteágazó tudást igénylő feladatok mind a való életben előforduló helyzetekre készíti fel a tanulókat, ami a későbbiekben nagy hasznukra is válhat majd. A tavalyi évben is Budapesten kiemelkedő eredményeket értünk el. Ez a 21. alkalom, hogy megrendezésre kerül a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny. Fontosnak tartjuk, korábban a polgárvédelemmel közösen, önkormányzati szervezésben és finanszírozással csináltuk meg, most a katasztrófavédelemmel csináljuk már évek óta, mióta az átalakítás megtörtént. Fontosnak tartjuk ezt az egészet, mert a mai nehéz világhelyzetben, amikor terrorizmus van, amikor migráns helyzet van, soha nem lehet tudni, hogy mikor van szükség a gyermekek részéről, vagy később a felnőttek részéről olyan jellegű közbeavatkozásokra, olyan jellegű segítségnyújtásra, amely fontos lehet ebben az esetben. Ön szerint előfordulhat az, hogy egy ilyen verseny után valaki kedvet kap ahhoz, hogy ő a katasztrófavédelemnél dolgozzon majd a későbbiek folyamán? Igen, volt is már erre példa, tehát van itt olyan kollega a katasztrófavédelemnél, tűzoltóságnál, aki valamikor Soroksári általános iskolába járt, és részt vett ilyen versenyen, sőt nyert is akkor, ha jól emlékszem, akkor talán Mikszáth Kálmán általános iskolából, de nyertek is volt ilyen, volt erre már példa. Soroksár minden iskolájából jöttek diákok? Igen, minden általános iskolából jöttek diákok, és jöttek középiskolából is, akik részt vesznek ezen a versenyen most már évek óta. Ön mit gondol személy szerint az ilyen versenyekről?
Én megmondom őszintén, amikor én fiatal voltam, akkor nem volt ilyen jellegű verseny, de jó ötletnek tartom. Ez a gyerekeknek is egy pici kis kikapcsolódás, főleg most, amikor már a tavaszi szünet még csak most jön, és már 3 hónap eltelt a karácsonyi szünet óta, ez nekik egy kis szabad program is, és egy érdekesség, tehát egy teljesen más jellegű dolog, mint bent ülni az iskolapadba, és folyamatosan a leckét tanulni. Volt is ebben már pozitív visszajelzés, amikor osztálykiránduláson a gyerekek végre tudtak hajtani egy stabil kötést, tudták, jó az, hogy például egy törött végtagat nem szabad mozgatni, azt rögzíteni kell. Sok olyan kis apró információ van, amit jó szép lassan beépíteni a gyerekeknek a labdázási számítógépes játékok tudása mellé, mert bizony ez is hasznos, ez is fontos, és ez a való életben előforduló tragédiák megelőzésére, vagy pedig csökkentésére szolgálhat. A versenyen általános iskolás korosztályban első helyezett a Fekete István Általános Iskola segíteni jó csapata lett, míg a középiskolások között a Török Flóris Általános Iskola 3. számú csapata végzett a dobogó legfelső fokán. A fővárosi versenyre az első helyezést elért csapatok jutottak tovább.